Ez egy jó kérdés. Nem tudom, szerintem így valóra váltanám az álmaimat. Vagy így csak így lennék, vennénk egy földet, gazdálkodnánk talán. Az álmaim? Talán az, hogy így tényleg így a családdal együtt így valamit így csináljunk, valami jót, valami kiállót, egy kicsit nem hétköznapi, tényleg az, hogy ebből a zsongásból, ebből az autós, mobilos mindenféléből kiszakadni, és egy kicsit tényleg visszafordulni a természethez. Valami hasonlót. Hát én nem tudom, nekem nincsenek álmaim. Nekem csak úgy jönnek a dolgok, aztán élek velük. Ja, a lottó? Én is biztos valami földet vennék valami királyhelyen. Az a legbiztosabb a föld. Vennék egy színházat. Ennyi. Hát? Ez nagyon gázmerem úgy. Ezt nem fogom elmondani. Jó, de befektetném a pénzemet, segítenék a szüleimnek. Fú, mire költeném? Hát vannak árva gyermekek, azoknak segítenék. Marad még jó sok. Hát marad, persze. Hát a jövőmet az biztos, helyrehoznám. Vannak nagyon sok állatok, amelyik ugye ott vannak, hogy megölik. Na, ők nekik is segítenék. Úgy mit mondjak? Egy Atlético Madrid meccsre elmenni Spanyolországba. Az első körben a nyaralás az biztos, mert már elég rég voltam. Hát az sok minden. Ház, kocsi, család. Ennyi. Először is megcsináltatnám a cicimet, segítenék a szüleimnek, és befektetném a pénzt. Pont ezt beszéltük amikor. Igen, mindenképpen család, utazás és egy olyan hobbi kitalálása, ami jövedelmező. Például étterem, hasonló. Én egy részét eljótékonykodnám, amúgy ugyanúgy utaznék. Lakásra. Lakásra és a gyerekeim biztonságát tudnám megóvni. Ők az enyémek. Kiski Kevin és Kiski Ketin Jászmin képével kell megnélkülöznöm. Nem tudom, biztos adnék a családtagjaimnak, aztán utaznék, és tanulnék. És a többit még félreraknám a további ötleteimre. Ez egy nagyon jó kérdés, a felét kapásból elraknám mondjuk 5-10 évre, lekötném, és a többét, mert hát nem tudom, ezen még nem agyaltam, ne haragudj meg.